Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Két részből áll a mai esténk, lesz egy tudatosságfejlesztő, ilyen díjmentes rész, és lesz egy azt követő coach képzés. A coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító. Egyébként angol szó, és azt jelenti, hogy edző, személyi edző, úgy is lehetne mondani. De hát nálunk lehetne azt mondani, hogy spirituális személyedző. Tehát ez így teljesen egyedi, mert olyan, hogy spirituális személyedző, olyanról még én nem hallottam. Ez most jutott eszembe. Ez egy ilyen bolygószinten teljesen új dolog. Tehát spirituális ember és életjobbító személyedző. Hát ez nagyon komplex. Tehát most ez nem komolytalan, csak tetszik. Ugye a mai világban valaki valami nevet, akkor vagy azt gondolják, hogy kineveti azt a dolgot, nem? Vagy hát igen. Tehát olyan most már szóba se szokott kerülni, hogy valaki azért nevet, mert örül, vagy jól érzi magát, vagy tetszik, érted? Tehát most már, tehát gyakorlatilag ilyen, ha valaki nevet, akkor kinevet, tudod, ilyen. Hát mert rossz állapotú emberek azok általában kinevetnek másokat, vagy valami dolgokat, de hát itt szó sincs arról. Jó, tehát ez tényleg egy egyedi dolog, egy teljesen egyedülálló dolgot művelünk itt a bolygó szinten. Egyébként magamról egy-két gondolat. Budapesten élek családommal, feleségemmel, most már több mint 35 éve vagyunk házasok, és elmondhatjuk azt, hogy boldog családi életünk van, de ez nem mindig volt így, sokat tettünk azért, hogy így legyen. 87 óta foglalkozom emberekkel, 91-től dolgozom csapatban, 93-tól vezetek, tanítok embereket, azóta volt szerencsém több tízezer ember képzésében személyesen részt venni, és több százezer embernek eljutatni valami életjobbító lehetőséget itt az elmúlt sok év során. 14 cég alapításban vettem részt tulajdonosként, többek közt abban a cégben is, amit most csinálunk, abban is alapító vagyok, és egyben a vezetője is. Ugye a cég neve az, hát vagy inkább úgy mondanám, hogy a szervezet neve az PPH, itt látni is ilyen PPH feliratokat, azt jelenti, hogy Problem Prevention Holding, probléma megelőző közösség, méghozzá nyitott közösség. Ez azért holding, mert hogy vannak benne vállalkozások, cégek, magánszemélyek. És ennek a közös együttműködésében tesszük a dolgunkat, tehát nézzük meg, hogy mit is csinálunk. Most ezen túllépünk. Az embereknek eljuttatjuk azt a tudást és gyakorlási lehetőséget, amelyek által olyan élet és emberismerethez jutnak, hogy képesekké váljanak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve megelőzésére, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására. Kérdezném én, hogy vajon szükséges-e a mai világban az, hogy az ember élet és ismerethez, tehát az ember az élet és ember ismerethez jusson. Igen. Hogy mondjuk képes legyen az ember megelőzni problémát. Képes legyen megoldani problémát. Célokat képes legyen elérni, ez fontos lenne? Igen. Mondjuk az emberek és az élet jobbítására
képes legyen valaki. Az is fontos lenne? A lelki fejlődésre? Az még fontosabb? Hát ha meg végig gondolnánk, hogy hát miért? Mi az élet értelme? Lehet, hogy jó, mi már tudjuk, de az lehet, hogy sokan nagyon elgondolkodnának, mert fogalmuk nem lenne, hogy hát mi az élet értelme, és lehet, hogy valami olyasmiket mondanának emberek, hogy mondjuk a fajfenntartás, hogy együnk, ígyunk, legyünk, szórakozzunk, jól érezzük magunkat. Na most gondoljátok végig, ha mondjuk minden országban csinálnának egy olyat, hogy mondjuk adnának megélhetésre elég pénzt. Tehát, hogy tudom, hogy Magyarországon mondjuk fejenként tudom, 600 ezer forintot. Most úgy hasonlít. Jó, de hát, hogy biztos legyen a megélhetés, tudod? Na most szerinted? Akkor hányan dolgoznának itt a bolygón? Hát az, akinek mondjuk nem Magyarországon az dolgozna, akinek nem lenne mondjuk nagyobb az igénye, mint 600 ezer forint, nem? Talán az dolgozna. Ha most gondolj bele, mondjuk 1 milliót adnának fejenként, ha mondta. Akkor már az lassan az igények felett van, és akkor gyakorlatilag már tényleg azok dolgoznának csak, akiknek, akiknek az igényük nagyobb, mint 1 millió havonta, nem? Na most de akkor, hát akkor végül is jobban végig gondolna az ember, akkor mi is az élet értelme? Tehát most nem tőletek várom a választ, akik tudják, hanem inkább azoktól, akik még nem hallottak erről, és igazából nem nagyon tudják, hogy mi is az élet értelme. Hát hogyha egy életünk van, és egy halálunk, mint néhány ember szerint a bolygón, ha megnézzük, ez tényleg néhány ember, mert ez mondjuk a bolygónak mondjuk a 10%-a. Max 15. Tehát körülbelül a bolygón a lakosság, az egész emberiség 10-15%-a gondolja úgy, hogy egy élete van, egy halála. A többi az nem feltétlenül. A többi az azt gondolja, hogy mondjuk egy jó része azt gondolja, hogy van élet a halál után. Egy másik része még azt is gondolja, hogy volt élet a születés előtt is. Tehát, hogyha megnéznénk, hogy ki gondolja úgy a bolygón, hogy volt élet a születés előtt, és lesz élet a halál után, halálunk után, akkor lehet, hogy azt tudnánk mondani, hogy a bolygó többsége gondolja így. De vannak, ugye mondjuk a bolygó 10-15%-a, amelyik azt gondolja, hogy egy életünk, egy halálunk, és adjunk bele apait, anyait, és mindent ebben az életben kell megcsinálni, végrehajtani, kiélni, megélni, stb. Stb. Kiélvezni. Nem? Na most, hát gondoljátok végig, hogyha az embernek egy élete, egy halála lenne, hát akkor is biztos, hogy az lenne az élet értelme, hogy mondjuk mulasszon az ember. Mert azzal, hogy az emberek most azt csinálják, hogy megpróbálják az életet minél jobban kiélvezni, ezzel gyakorlatilag elmulasztanak olyan dolgokat megtenni, ami mondjuk mások javát szolgálna. És akkor vannak ilyen érdekes dolgok, hogyha
Az ember elmulaszt olyan dolgokat megtenni, amivel mások javát szolgálná, akkor ilyen energetikailag, hogyha ezt megnéznénk, akkor ezt úgy hívják, hogy ártótett. És az ember mondjuk ártótetteket követel, az energetikailag nem pozitív, hanem negatív energia. Ha pedig az ember úgy működik, hogy negatív energiát mozgat, annak önmagára nézve negatív következményei lesznek. Tehát ami azt jelenti, hogyha egy ember negatív energiákat mozgat, akkor negatív energiák érik őt majd, és ha nem éppen boldogan fogja élni az életét. Ezért, ha megnézitek, nagyon érdekes, a szórakoztató iparban van a legtöbb drogos. Sőt, nem csak az iparban, akik dolgoznak, hanem akik részt vesznek a szórakoztató iparban, mint élvezet veszik igénybe a szórakoztatást, ott van a legtöbb drogos. Tehát nincs még egy terület a bolygón, ahol annyi drogos lenne, mint a szórakoztatóiparban. Na most akkor gondoljátok végig, akkor biztos az az élet értelme, hogy szórakozzunk. De ha szórakozni akarnak az emberek, minek a drog? Mert a drog ahhoz kellene, hogy még feldobottabb legyen. De hát a szórakozás arról szólna, hogy az ember feldobott, nem? Tehát, hogy a szórakozás őt feldobja. De akkor minek a drog? Sőt, ha megnézzük, a szórakoztató iparban van az egyik legtöbb alkoholista is, meg dohányos is. Tehát mondhatjuk, hogy a szórakoztató iparban van a legtöbb szenvedéllyel küzdő ember. Na most, ha tehát az élet célja a szórakoztatás és a szórakozás, egyes emberek szerint, akkor miért nyúlnak a szenvedélyekhez? Leginkább ezen a területen. Tehát az embernek, tehát az a célja, hogy mint sokan gondolják, hogy minél többet szórakozni. Aha. Akkor hogy van az, én tudom, csak szerintetek, gondoljátok végig, hogy mégis a szenvedélyekhez fordulnak. Alkoholhoz, nem, cigarettához, alkoholhoz, droghoz. És függők lesznek. Érdekes, nem? Tehát a szórakozás arról szól, hogy bagozzunk, ígyunk, drogozzunk. Aha. Hát én azt javaslom embereknek, hogy csinálják nyugodtan, ő bajuk. Aztán utána nézzék meg azoknak a következményeit az életükre nézve. Hát most hasonlítsuk már össze egy olyan embernek az életét, mondjuk azonos jövedelemmel rendelkezik két ember. Az egyik mondjuk naponta elszív egy doboz cigarettát, a másik meg nem szív el egy doboz cigarettát, egy szálat se.
és tételezzük föl, hasonló körülmények között is élnek. Akkor kinek maradt több pénze a hó végén? A bagósnak, vagy a nem bagósnak? Akkor nézzük meg. Például a cigaretta akadályozza a kálcium felszívódását a szervezetben. Ami azt jelenti, hogy egészségügyi problémákat okoz, és még az egyéb lerakódásos betegségekről nem is beszéltem. Nem beszéltem a tüdő problémáról, meg még az egyéb problémákról. Na most akkor kérdezem, hasonló körülmények között élnek. Mondjuk hasonló az élethelyzetük is. Akkor melyik lesz egészségesebb? A cigarettával rendelkező? Vagy az, aki, vagy a cigarettázó? A rendszeresen cigarettázó, vagy aki nem dohányzik? Aki nem dohányzik. Hát nyilván, aki nem dohányzik. Aha, és akkor kérdezném, hogy akkor a szórakoztatóipar miért van tele a dohányosokkal? Hm? Meg a nem csak szórakoztatóipar. Hm? Akkor nézzük a következőt. Mit tudom én mondjuk? Megnézzünk egy alkoholt fogyasztó. Jó? Mondjuk, aki rendszeresen alkoholizál. Szemben azzal, aki nem. És tételezzük fel, azonos anyagi helyzetben élnek, és azonosok a kiadásaik. De az egyiknek még alkoholra is kell költenie. Ki fog? Kinek lesz ó végén több pénze? Aki nem fogyaszt alkoholt. Aki nem fogyaszt alkoholt, nem? Aha. Akkor ráadásul még olyan, hogy az alkoholról nem is lehet leszokni. Mert ahhoz különleges technológia kell, hogy valaki az alkoholról képes legyen leszokni. Ami azt jelenti, hogy olyan dolgokat kell megtennie, amit igazából nem fog sehol se megtanulni, hogy hogy kell megcsinálni. Ezért, ha egy alkoholista leszokik az alkoholról, és elkezd nem alkoholizálni, akkor először ilyen függősége lesz, hogy remegés, meg mindenféle dolog, majd nagy nehezen leszokik róla, és bármikor egy piától vissza tud szokni. Tehát ami azt jelenti, hogy bármikor, akár 10 év múlva, vagy 15 év múlva megiszik mondjuk egy 2 deci bort, vagy egy mondjuk egy felest, és már is alkoholfüggő. És már is ugyanúgy reagál, mint mikor alkoholista volt. Na most, ha az az élet értelme, hogy szórakozzunk, akkor biztos az kell hozzá, nem? Hogy cigarettázzon valaki a szórakozás mellett. Alkoholizáljon a szórakozás mellett. Költse a pénzt, a fogyasztói társadalmat kiszolgálja. Hiszen ha megnézitek, a dohány gyártásban, cigaretta gyártásban óriási biznisz van azoknak a gyáraknak, akik csinálják. Ráadásul nem csak nekik van benne biznisz, hanem a jövedéki adó miatt az államnak is nagy biznisz. Tehát a cigarettás a szolgálja a multinacionális vállalatokat a cigarettázásával, mert már cigarettát multinacionális vállalatok állítanak elő. Nem úgy, mint régen, hogy kis cégecskék meg otthon, már nem lehet otthon cigarettát előállítani. Te nem termelhetsz dohányt. Mikor én gyerek voltam, még a nagyapám termelhetett dohányt. Már nem termelhetsz dohányt. Oké, ez már állami privilégium lett, monopólium. Ami azt jelenti, vagy engedélyköteles, mindegy.
hogy gyakorlatilag a dohányos szolgálja a multinacionális vállalatokat, amelyek a dohányt termelik, szolgálja az államot azzal, hogy állami bevételt, jövedéki adót termel az államnak. A mai társadalomban, ahol a multinacionális cégek tulajdonosai miatt van a világban elnyomás. És a multinacionális cégek tulajdonosai meghatározzák az államok vezetőinek, hogy mit tehetnek és mit nem tehetnek. Például Magyarországon megmondták a legfelsőbb vezetésnek, hogyha azt teszik, amit ők akarnak, akkor az EU-ból befolyó állami támogatásokból himi-humizhatnak maguknak gyakorlatilag sok-sok pénzt. Hogy ez ne feltűnő legyen, ezért strómanon keresztül, meg strómanokon keresztül csinálják a pénz begyűjtését. Tehát, hogy a lakosságnak ez ne legyen annyira feltűnő. Na most akkor nézzük tovább. Alkohol kérdés. Manapság nem látsz olyan filmet, amiben ne piálnának, nem gyártanak olyan filmet, amiben ne piálnának, lehetőleg már nők is. Nem csak férfiak, nők is. Amikor én fiatal voltam, akkor a nők azok nem piáltak. Főleg nem rendszeresen. Sőt, ha összejöttek, akkor se piáltak. Most kezdik elsajátítani a férfiak baromságát, hogyha találkozunk, összejövünk, első dolgunk, hogy ígyunk, mint a gödény, vagy a kefekötő. Ezt a férfiak csinálták. Mert emlékszem, gyerekkoromban is ezt csinálták a férfiak. Összejöttek, ígyunk, töltök, hát tölts az anyádnak. Na szóval a lényeg az, hogy most már ez van, összejönnek a nők és piálnak, érted? Miért nem ezt csinálják? Na, hogy azt mondta, hogy nem ezt csinálják. Persze, kivételek vannak, csak ne a kivételeket nézzük. A kivétel, azt tudod, mit szokott csinálni? Erősíti a szabályt, persze. És akkor megint végig gondolja az ember, fogyasztói társadalom kiszolgálása. Ígyunk, dohányozzunk, költsük, szórjuk a pénzt, hadd menjen a multinacionális cégeknek, hadd menjen az államnak jövedéki adóba. Érted? És akkor nézzük meg a harmadik területet. Drog. Gyengébb vagy erősebb, hát az mindegy. Érted, drog? Megnézed a drog kérdést. Van egy statisztika, utána tudsz nézni. Hol gyártják a legtöbb drog alapanyagot, tehát most nem vegyi drogról beszélek, hanem természetes drog alapon. Például mák, meg ilyenek. Tehát természetes drog alapanyagokat. Kender, meg stb. Tehát vadkender. Hol gyártják? Nem gyártják, állítják, termelik, bocsánat. Hol termelik a legtöbbet a világon? Úgy hívják, hogy Afganisztán. Statisztikailag utána tudsz nézni szépen a neten. Afganisztán. Na most, amikor az oroszok megszállása alatt volt Afganisztán, akkor az afgánok általi termelés az valami 10% körül volt világviszonylatban. Most világviszonylatban a legtöbbet termelik, ami azt jelenti, hogy valami 50% fölötti. A világ előállításának valami 50% az Afganisztánból származik, és
amerikai fennhatóság alatt áll az ország. Nem érdekes? Ami azt jelenti, ugye, hogy a drogot tudod miért tiltják? A drogfogyasztást? Azért tiltják, hogy lehetőleg világviszonylatban egy kézben legyen. Ez meg titkosan az amerikai Egyesült Államok kormányának a kezében van. Nem vicc, ez komoly. Ami annyit jelent, hogy látszólag ugye elítélik azokat, akik fogyasztanak, illetve nem csak látszólag, hanem el is ítélik. És közben ők tehát ezt tudod, olyan, mint mikor valaki rejtett ellenségeskedik valakivel szembe. Vagy mikor azt szokták mondani, hogy bort iszik és vizet prédikál, tudod? Na ez a tipikus eset. Amikor látszatra, mit tudom én, kábítószer ellenesek, meg kábítószer ellenes kirohanásaik vannak, egyébként pedig háttérből támogatják az egész rendszert. Tehát egy... Na most gondolj bele, például valaki kábítószeres lesz, az a legrosszabb. Nem könnyű egy cigarettárosra leszokni, alkoholról még nehezebb. Na most a drogról meg aztán végképp nehéz. Ugyanis a drog hasonlóan működik, mint az alkohol, ami azt jelenti, hogy nem lehet róla leszokni. Ez az egyik, de annak van még egy hatása, mert az alkohol az kiürül a szervezetbe. A drog meg sose. Az nem ürül ki. Ami azt jelenti, hogy két dolgot csinál egy drog. Az elmét átalakítja, ezáltal az ember másként működik, mint egy hagyományos ember. Egy olyan, aki nem fogyasztó. És a szervezetbe kerülve lerakódik a szervezetben, tehát ott marad, és a szervezetre kifejti, mint vegyszer a negatív hatását is. Tehát ilyen kettős hatású dolog, és az elme megváltoztatását, hogy visszaalakuljon olyanná, mint egy normális embernél, az külön technológia kell. És ahhoz, hogy kikerüljön a szervezetből a vegyszer, külön technológia kell hozzá. És ezeket így együtt nem tudják megcsinálni a bolygón. Nagyon kevés olyan hely van a világon, ahol ezt meg tudják oldani. Tehát mit tudom én, az orvostudomány erre például alkalmatlan. Tehát ilyen magánvállalkozás jellegű dolgok valamilyen szinten egy-egy a bolygón képes erre, hogy kitisztítja az ember szervezetét és az elméjét, a többi meg nem képes. Ami azt jelenti, hogy biztos jó dolog a szórakozás, nem? Hát főleg, hogyha kell hozzá cigi, pia, meg drog. Hát biztos jó dolog. Hát biztos ezért élünk, hogy cigizzünk, piáljunk, drogozzunk, nem? Ezért élünk. Hát mert egy életünk van, egy halálunk van, nem? Hát ezért élünk. Hát én meg úgy gondolom, hogy a fészkes fenét ezért élünk. Hát eleve ott kezdődik, hogy nem egy életünk van, és nem egy halálunk van. Sőt, számtalan életed volt már, és számtalan életed lesz még. De nem a testednek, mert az egy mulandó dolog. Porból lesz, hogy mondják, porrá válik, most idézőjelben. Hanem a lelked.
a lelked halhatatlan. Tehát a világon két dolog halhatatlan. Az energia és a lélek. A kettő közt az a különbség, hogy a lélek az egy értelmes energia. Oké? Az az azonosság, hogy mind a kettő energia, és az a különbség, hogy a lélek az egy értelmes energia. Tehát képzeld el, test nélkül lehet értelem. Oké? De testtel nem kell feltétlenül értelemnek lenni. Miért? Egy állat értelmes? Nem. Pedig van teste. Sőt, a növénynek is van teste idézőjelben, csak nem testnek nevezzük, hanem anyagnak. Különböző anyag. És értelmesek a növények? Nem. Értelmes élőlény ezen a bolygón köztudottan az ember, nem? És ha az emberben nem lenne értelmes lélek, akkor az ember sem értelmes lenne. És mitől tud értelmes lenni egy lélek? Hogy tanítható. Az sem magától értelmes. Tehát egy gyereket, hogyha mondjuk állatok nevelnének föl, akkor úgy működne, mint egy állat. Érted? És igazából nem beszélne, hanem mondjuk ha majmok nevelnék, akkor makogna. Érted? Tehát az ember azért értelmes, mert értelmessé teszik a nevelői. Érted? És ha az nem kellően értelmes az a nevelője, mondjuk a szüleje, akkor a gyerek sem túl értelmes lesz. De nem azért, mert így született, hanem azért, mert nem tud átadni a nevelője értelmes dolgokat. Világos ez? Ha értelmes a nevelője, tehát mondjuk a szüleje, vagy akár szuperértelmes, akkor a gyerek szuperértelmes lesz. Tehát úgy is lehetne mondani, minél butább a szülő, vagy a nevelő, annál butább a gyerek. Minél okosabb, értelmesebb a szülő vagy a nevelő, annál értelmesebb a gyerek. Tehát a gyerek a tanulás hatására lesz értelmes. És mi van a felnőttekkel? Tehát a felnőtteknél az a normális, hogy hát 21 éves korig tanultunk, vagy 24-ig, ki mennyi, vagy van aki 18-19-ig, azt utána hűljünk el. Mert hát addig szóltak az iskolák, addig volt a tanulási időszak, azt utána meg szépen elhűlési időszak van. Tehát valahogy ennek így kéne lenni? Bár más már az iskolában is elhűlési időszak van, mert sajnos olyan tudatlan szülők, gyerekei járnak iskolákba, hogy az értelmes szülők gyerekeire is rossz hatással vannak. Ezért ugye van már egy csomó szülő, amelyik egyszerűen magániskolába is nem. Ő be se iratja olyan iskolába, ahol más gyerekek is járnak. Tehát van ilyen lehetőség, mert hogy ne hassanak az ő gyerekére az elbutult szülők, elbutult gyerekei. Tehát
akkor értelmes egy ember, ha olyan dolgokat tanul, vagy tanítanak neki, amit az életbe hasznosítani tud. Most gondoljátok végig, ha egy gyereknek mondjuk csak azt tanítanák, hogy hogy kell számolni, de azt nem tanítanák, hogy hogy kell az emberekkel viselkedni. Számolni tudna, de viselkedni nem. Ha a gyereknek azt tanítják, mert ezt a mintát látja, hát vagyis mondhatnánk azt, hogy tanítják, hogy a gyerek mindent megkap. Például bemennek egy áruházba, és mindegy milyen áruház, és a gyerek meglát valamit, és azt mondja, hogy nekem az kell. És a szülő meg megy, leveszi a polcról, berakja a kosárba, és már a gyereknek meg is van. Tehát a gyerek például hazamegy, és azt mondja, hogy megtöm én ma, egyik osztálytársamnak van egy 50 ezer forintos cipője, és nekem kell olyan cipő. És akkor kikeresik az interneten, hogy milyen az a cipő, és a gyereknek megveszik azt a cipőt. Mert a gyerek azt mondja, hogy neki az kell. Érted? Tehát a gyereket arra tanítják, hogy bármit megkaphat, mert erre tanítják, akkor most képzeld el, amikor felnő, mindent meg fog kapni? Most képzeld el, azért, hogy az ember mindent megkapjon, amihez, amit csak szemszája kíván, tehát szeme szája kíván, az mennyi jövedelem kell havi szinten? Felnőttként kérdezem a felnőttöktől. Hát mondjuk úgy 7 számjegyű jövedelem, nem? Mert a 6 számjegyű nem elég hozzá. 7 számjegyű jövedelem. Most ahhoz, hogy mondjuk neki legyen 7 számjegyű jövedelme, mikor a szüleinek nem volt, akkor neki mennyi esélye lesz ahhoz, hogy neki legyen 7 számjegyű jövedelme majd? Hát gyakorlatilag nem sok esélye lesz, nem? Nem? Ha csak nem megy egy olyan, mondjuk a férfiról van szó, ha csak nem megy egy olyan feleséghez, hát hozzá kell menni a feleséghez akkor, tudod? Akinek van elég bőven jövedelme, mert az anyuci meg apuci gazdag volt, főleg ilyen új gazdag, tudod? És mondjuk talál egy ilyen hölgyeményt. Na most, akkor kérdezem tőletek, akik már ugye tanultatok ilyen dolgokról. Meddig fogja jól érezni abban a kapcsolatban egy férfi magát, ahol a feleség sokkal többet keres? Akkor mondok egy statisztikai adatot ezzel kapcsolatban. Azokban a családokban, ahol a férfi keres kevesebbet és a nő többet, a férfiak háromszor annyiszor csalják meg a feleségüket átlagosan, mint abban a családokban, ahol a férfi keres többet. Na most, akkor arra is van esély egy hölgynek például, hogy talál egy olyan pasit, nem szoktam pasizni sose, de most kénytelen vagyok, mert ugye a hölgyek szoktak pasizni, talál egy olyan pasit, akinek van 7 számjegyű jövedelme. Aha. És akkor megteheti a nő, hogy hát költegesse, na költekezzen, ami csak szemszájnak ingere, megvegye. Akkor kérdezem én a férfinak, mikor lesz belőle elege? Mindjárt. Hát elég hamar, nem? Na most ami azt jelenti, hogyha megnézzük ezt a két esetet, lesz ebből a tartós kapcsolat? Párkapcsolat? Hát nem valószínű.
Na most akkor gondoljátok végig, hogy mi az élet értelme? Tehát akkor az az élet értelme, hogy kiskorban megtanulja a gyerek, hogy mindent megkaphat, amit csak akar a szülőktől. Persze felnőttként ez nem így fog működni, ezt ugye tudjuk jól. És ezáltal, hogy gyerekként mindent megkapott, és felnőttként már nem tud mindent megkapni, boldogtalan. Majd fordul a cigarettához, az alkoholhoz, a droghoz, hát ha boldogabb lesz. Mert mindenki, mondjuk a cigarettához nem azért, de az alkoholhoz és a droghoz azért fordul, mert ott keresi a boldogságot, az alkoholban vagy a cigarettában. Ugye, nem, bocsánat, a drogban, alkoholban vagy a drogban. Mi van a cigarettával? Hát cigarettázni két ok miatt szoktak elkezdeni az emberek. Egy, vagy egy olyan baráti közösségbe kerül az illető, ahol bagóznak, és neki is kell. Vagy így akar nagyfiú lenni, vagy nagylány lenni, hogy ő már bagózik. Nincs más eset. És akkor nézzük meg ezt a kérdést is, jó? Tehát miért akar valaki előbb nagynak látszódni, mint ami előtt felnő? Ugye kapok itt választ, mondjuk, hogy nincs önbizalma. Kisebbségi érzet például, önbizalomhiány, önbecsülés, önértékelés. Aha. És ez talán nem valamilyen szinten visszavezethető a neveltetési kérdésre. Mert ha valaki így született volna, akkor nem tanult volna meg járni, beszélni és egyéb dolgokat. Tehát senki nem született önbizalomhiánnyal, önértékelési problémával, vagy önbecsülési problémával. Senki nem született. Ezt mindenki oda jutott, hogy ilyen problémái lettek. Most mondjuk én magamból kiindulva, hogy meséljek el egy saját történetet. Hát gyerekkoromban, általános iskolás koromban, sőt, alsó tagozatban, én is kipróbáltam a cigarettát. Jó, nem tüdőztem le. Tehát azért úgy más kipróbálni egy cigarettát, hogy nem tüdőzi le az ember. De miért? Mert olyan társaság volt. Érted? Akivel ezt kipróbáltuk. Tehát nem egyedül próbáltam ki, nehogy azt higgyétek, hanem társaság, osztálytársak. Majd felső tagozatba léptem, és olyan barátaim lettek, akik közül senki nem dohányzott. Sőt, aki dohányzott, az ott a másik klik, ellenség. Nem vicc. Tehát az osztályban volt két csapat, a dohányosok meg a nem dohányosok. És szembenállás volt a két csapat között. Ugyanez volt a középiskolában is. Én nekem nem volt olyan baráti köröm fiatalkoromban, gyerekkoromban, akik dohányoztak. Senki. Érted? Mert számomra gyerekkortól az ellenség volt, aki dohányzott. Érted? De nem is volt azóta osztálytalálkozó a középiskolában. Az általános iskolában volt egy éves osztálytalálkozónk, anno annak idején, susz, nincs, semmi több. Tehát több osztálytalálkozónk nem volt.
Én meg látom, hogy mások meg ilyen osztálytalálkozókat szervezgetnek, érted? Meg mennek osztálytalálkozóra. Hála Istennek, nekem nem kell. Oké. És valószínű, hogy azért nem kell, mert megosztottam a társaságot. Érted? De szó szerint. Tehát nekünk, ahova én jártam osztályba, mindig azt mondták, hogy itt nincs osztályközösség. Érted? Tehát, hogy máshol van osztályközösség, a mi osztályunkban meg nincs osztályközösség. Hála Isten, hogy nem volt. Komolyan mondom. Tehát most megnézném, most körülnézek a világban, jó? Vegyük azt, hogy nem is kell nagyon a világban, mondjuk Magyarország, vagy Budapest. Nem is szeretnék mindenkivel közösségbe lenni. Most sem. Világos ez? Hát ott kezdődik, hogy mi olyan embereket keresünk, akik elindultak már a spirituális úton valamilyen szinten. Tehát mondhatjuk azt, hogy a szellemi fejlődés útján elindultak. És nekem nincs olyan barátom, aki ne indult volna el a szellemi fejlődés útján. Tehát én leépítettem az összes olyan kapcsolatomat, akik nem indultak el a szellemi fejlődés útján. Ami nem azt jelenti, hogy nem kommunikálok olyan emberekkel, akik nem indultak el a szellemi fejlődés útján. Ezek jellemzően rokonok, de csak azért kommunikálok velük, mert rokonok. Érted? De ami azt jelenti, hogy én nem akarok visszasüllyedni hozzájuk. Mert az embert a madarat a tolláról, az embert meg a barátjáról lehet megismerni. Tehát én nem akarok olyan átlag embereket, akik bagóznak, isznak, meg netántán már drogoznak is, érted? Nem kell. Én ezeket nem csináltam sose, tehát nem azt mondom, hogy ha volt valami rendezvény, vagy összejövetel, vagy mit tudom, nem PPH-s, hanem egyéb, akkor nem ittam valamit, mondjuk egy szilveszterem, vagy valami, de már az se. Érted? Már régen nem. Tehát szilveszterkor mi kölyökpeskővel kocintunk, érted? Születésnapon kölyökpeskővel kocintunk. Úgyhogy van annyi piám, mint a nyavaja, csak nem fogy. Ha csak nem vendégek megisszák, mert én nem. Tehát nekem nincs rá szükségem. Na most képzeljétek el, most már lassan azt tudom mondani, hogy évtizedek óta gyűlik a pia, mert ugye kapom és örülök neki, mert legalább van mit inniuk a vendégeknek. Nem kell venni. De hát én nem iszok. De olyan szinten képzeljétek el, hogy én például üdítőt se iszok. Tehát max szénsavmentes ásványvizet, de annak is megnézem az összes oldott anyag tartalmát. Tehát én, hogyha veszek magamnak ásványvizet, én megnézem az oldott anyag tartalmát. És az nem lehet több, úgy kicsivel lehet több, mint 500. Mert ha sokkal több, mint 500, akkor az káros a szervezetre. Otthon például nem ásványvizet iszok, hanem tisztított vizet. De nem obnózis elven működő tisztítás van otthon, hanem ugyanaz, mint itt az irodában. Ami azt jelenti, hogy ez tökéletesen megfelel. Tehát lényeg az, hogy
Én már régen elkezdtem nem átlag életet élni. És megmondom őszintén, nekem nem szimpatikus az átlag élet. Éltem átlag életet. Tehát senki ne gondolja azt, hogy én nem éltem átlag életet. Abszolút éltem átlag életet. Sőt, olyan átlag életet is éltem, mint manapság az emberek. Jó, azzal a kivétellel, hogy én sose drogoztam, meg nem lettem alkoholista, meg sose dohányoztam. De mit tudom én is mentem állandóan nyaralni, meg voltak régen bulik otthon, meg stb. De ezek e fölött már eljárt az idő. Tehát én úgy látom, hogy nem arról szól egy ember élete, hogy önmagáért legyen. Tehát nem arról szól az ember egy élete, hogy tömjük tele a hasunkat, gurítsunk le minél többet a gigánkon, érted? Akkor dumáljunk a semmiről, arról, ami semmilyen változást nem idéz elő senkinél, érted? Olyanakról dumáljunk órákat, meg napokat, ebből én már kinőttem. Nem most, már rég. Tehát én olyan életet élek, ami e fölött van már. Tehát most úgy élni, hogy önmagamért, mert ha ezt megnézitek, hogy tele legyen, minél többet együnk, ő is veszködnek emberek a kajáért, szó szerint, nézd meg. Akkor vannak emberek, akik a piáért is veszködnek, tehát ami azt jelenti, hogy neki az az életének az értelme, hogy egyen. Az az életének az értelme, hogy igyon. Hát én meg úgy gondolom, az étel meg az ital az egy szükséglet, semmi más. Mert a testnek kell. De a testnek nem kell alkohol, mert nem kell töménytelen mindenféle kaja, stb. Nem is mindegy, nem is ez a lényeg. Akkor ugye emberek azt gondolják, hogy hát kell a szórakozás. Tudod, miért kell nekik a szórakozás? Mert nem tudják, mi az, hogy sikerélmény. És akkor tudod, az a sikerélmény számukra, hogy mondjuk van neki egy szülinapja, és akkor elhívja az ismerőseit, és akkor fölköszöntik őt, tehát bulit szervezett az ismerőseinek, fölköszöntik, akkor ott megünneplik, és akkor az az elismerés, hogy a születésnapján megünnepelték. Hát nem tudom, hogy az mennyire elismerés, hogy valakinek születésnapja van. Én azt úgy gondolom, hogy betöltötte a következő évet, az egy természetes dolog, nem? Az igazából nem eredmény, nem? Hát az egy természetes dolog. Tehát az lenne a furcsa, nem élné meg a következő évet, nem? Tehát ez egy teljesen természetes dolog, hogy az egyik év után megéli az ember a másikat. Nem? Na most mivel az embereknek nincs eredményessége, ezért az az eredményesség, hogy ha már megéltem a következő évet, és ünnepeljetek meg. Miért? Nem erről szól a születésnap, meg a névnap nagyon sok ember számára, hogy itt vagyok, megint egy évvel idősebb lettem, ünnepeljetek meg. Ezért cserébe, mert megünnepeltek, meghívlak benneteket hozzá. Igaz, hogy utána én takarítok, de az egy dolog. És akkor órákat vagy napokat takarítanak az emberek után. De az egy dolog. Az egy dolog. Most talán nem úgy kellene eredményeket elérni, hogy az tényleg valami eredmény legyen. Tehát nem természetes dologokból kellene eredmény lenni. Tehát az természetes dolog, hogy valakinek nevet adtak, nem? De hát megint ugyanaz, hogy van egy névnapja valakinek, és bulit szervez, hogy megünnepeljék, hogy neki névnapja van. Nem?
És az az elismerés, hogy neki névnapja van. És cserébe, hogy megünnepelték, ezért meghívja őket. Tudod? Hogy legyen csere, tudod? Hát jó, de ez egy természetes dolog. Az, hogy valaki megszületett, és egyik évről a másikra megéli a következő évet, az egy természetes dolog. Az is természetes dolog, hogy valakinek neve van, nem? De az nem biztos, hogy természetes dolog, hogy emberek életét jobbá teszi, nem? Az nem biztos, hogy természetes dolog. Az nem biztos, hogy természetes dolog, hogy olyan dolgokkal segít embereknek, amivel mondjuk emberek meg tudják oldani a problémájukat. Vagy meg tudják előzni a problémájukat. Na most melyik az eredmény? Az, hogyha az ember tud embereknek segíteni, hogy jobban boldoguljanak az életben, vagy az, hogy megszülettem. És idősebb lettem egy évvel. Tehát én például a Facebookról leszedtem, meg mindenhonnan leszedtem a születési dátumot, engem ne ünnepelgessenek. Érted? Leszedtem. Mert ugye az ember beírja, aztán rájön, hogy minek. Én úgy voltam vele. Tehát minek köszöngetnek itt, hogy ilyen-olyan, mit tudom én, születésnapom van. Így is bőven elég a névnap, mert ugye azt nem tudom leszedni, hogy Miklós. Hát igen, a Miklós azt tényleg nem lehet, mert ugye két névnap van, amit mindenki tud, az a Mikulás, meg a Szilveszter, nem? Hát ez a kettő van, amit mindenki tud. Hát ha egyszer Miklóst kaptam, hát, és tudják, mit tudom én, töhötöm lennék, tuti nem tudnátok, hogy mikor van a névnapja, az hót biztos. De hála Istennek, Miklós vagyok. Illetve hála a szüleimnek, inkább úgy mondanám. Jó, tehát lényeg az, hogy egy olyan, hát nehogy azt higgyétek, hogy most ilyen leértékelő akarok lenni, inkább felébresztő. Tehát, hogy az életnek más értelme van. Tehát azt kellene megérteni, hogy ez, amit az emberek csinálnak, hogy most szervezünk bulit, az minél többet fogyasszunk, az a fogyasztói társadalom része. Hogy te dohányzol, az a fogyasztói társadalom része. Hogy alkoholt iszol, az a fogyasztói társadalom része. Érted? De most megnézed, hogy életedben, mondjuk az elmúlt 5 évben, nem, nyilván az életedet nem tudod, de mondjuk az elmúlt 5 évben megnézed. Hány forintot költöttél el ilyen felesleges dolgokra? De most ne csak feltétlenül magadból indulj ki, hanem indulj ki a családodból, indulj ki más emberekből. Tehát mennyit költenek ilyenekre? És utána meg sírnak, hogy nincs elég pénzük. De ha megnézik, például anyám azt mondta annak idején, mikor apu élt, hogy apám két házárát itta el. Érted? Így van, még az egy házára is sok, de apám két házárát elitta. Figyeld, neki egy hétvége, az 20 üveg sör volt. És minden nap ivott, délután 4 után, tudom én, sört. Aztán utána, amikor már nem sörözött, akkor bort. Töményt azt nem nagyon, mert attól, azt nem szerettem, attól rosszul volt. Ezért csak ugye régebben sört, később bort, borozott. De egy este egy liter bort megivott. Akkor számolt ki, az egy év alatt 365 liter bor. És akkor szorozd be. Hát az jó nagy hordó, mert az 365 liter hordó, az már nem ilyen kicsinke hordó, az már egy ilyen nagyobb bacska. Na szóval, most gondolj bele, hát értelmesebb dolgokra is lehetett volna költeni azt a pénzt, mint az ember legurítja a torkán, és meghalt 59 éves korában, érted? Tehát gyakorlatilag én 59 éves vagyok. Hát apám milyen időse halt meg? De nem ilyen fizikum
Nem volt fizikumával semmi baj. És mégis. Érted? Hanem az, hogy tönkretette saját magát. Nem kívülről, belülről. Érted? Ha belülről tönkretette magát. Na most, ugye én azt is tudom, hogy meddig fogok élni. Nem, nem. De hát még sokáig, így van. Hát most már azért nemrég túlmentem a fél időn. Nem olyan rég. Igen, de hát nem egészen. Nekem két szám az, illetve három szám, van egy szerencse számom, az ötös. Az gyerekkoromtól szerencse szám. Ugye az ötös az az optimista. Tehát nem véletlenül szerencse számom. És van még két számom, ami sok helyen megjelenik. Ez az egyes meg a hetes. Ugye ez nekem sok helyen ott van. Az egyes hetesből lesz egy nyolcas. Ugye azt összeadjuk, lesz belőle egy nyolcas. Tehát ezáltal ugye, amik így az életemben előjönnek számok, az a ötös, egyes, hetes, nyolcas, illetve van még egy számom, ami ugye domináns, az a 9-es. Na most ha ezeket a számokat ugye megnézzük az én életemben, hát akkor úgy mondanám, hogy ezek nem negatív számok egyik se. Tehát pont ez mind olyan szám, ez mind pozitív szám. Na most, tehát ha azt mondom, hogy 1-es, 7-es, akkor abból lehet, hogy ki tudod számolni, hogy meddig fogok élni. Jó, tehát lényeg az, hogy én úgy gondolom, hogy nem azért születtünk, hogy együnk, igyunk, pihenjünk, szórakozzunk, gyerek utódokat nemzünk, felneveljük, azt majd besegítsünk a unokák nevelésében, nem ezért születtünk. Persze, nem azt mondom, hogy ez nem része az életnek, de nem ezért születtünk. Hanem akkor miért születtünk? Hát azért születtünk, hogy szellemileg fejlődjünk. Hát ez a kulcskérdés itt, a lelki fejlődés. Mert a lelki fejlődésnek van 7 szintje. Itt van. Tehát van 7 szintje. És tudod, hol tartózkodnak az emberek? Az 1-es, 2-esen. Ez az anyagi világ szintje. Itt vannak belemélyülve, belefulladva szó szerint az anyagi világba. Küzdenek a túlélésükért, küzdenek a biztonságért, még a gazdagok is a biztonságért küzdenek. Ha megnézed, minél gazdagabb valaki, annál inkább fél, ezért testőrrel veszi körül magát. Hát ha ő nem félne, akkor nem venné körül magát testőrrel. Na most, ha egy ember testőrrel veszi körül magát, akkor gondold végig, hogy ő mit gondol az anyagi világról és a szellemvilágról. Mondjuk az isteni világról, inkább úgy mondanám, mert én a szellemi világot nem szellemi világnak mondanám, hanem isteni világ. Tehát mondjuk van az anyagi világ, ami tisztán az anyag, meg van az isteni világ. Tehát most gondolj bele, aki testőrekkel veszi körül magát, az akkor valószínű fél. Annak valószínűleg vannak ellenségei, nem? Fél attól, hogy mit tudom én, most ez meg az fog vele történni, nem? Vagy a családjával. Na most az milyen élet, ha az embernek félnie kell? Ha bizonyára volt már, hogy féltél, nem? És jól érezted magad akkor, mikor féltél? Nem hiszem.
Tehát hiába van az embernek pénze a fél, még mindig itt tartózkodik. Na most, ha megnézitek, egyes emberek azt gondolják, hogy ő tartozik valahova. Tehát ami azt jelenti, hogy mondjuk, hát valami képessége van, valami olyasmi képessége, amivel felhívta magára a figyelmet, és ezáltal, mikor azt a képességét gyakorolja, akkor őt emberek imádják. Ezt úgy hívnám, hogy bálványozzák. Tehát élő bálványok. Tehát nem szobor, élő bálvány. Tehát mit tudom én, mondjuk koncertezik. Mondjuk valaki, mit tudom én, egy férfi, mert van egy olyan képesség, hogy jól zenél, vagy jól énekel. És akkor ott a nők közben örjöngve megvesznek érte. Hát az mi, ha nem bálványozás? Ott a férfiak is tombolnak, érted? Mi, ha nem bálványozás? Nincs csapata, bár ő azt hiszi, mert bálványozzák. Ami azt jelenti, hogy nincs, nem hozott létre egy közösséget. Max a Facebookon. De hát az virtuális közösség csak. Tehát az még valahova tartozás sincs. Tehát őnek nincs egy csapata. Tehát azt tud a valahova tartozás lelki szintjén lenni, akinek van csapata. Saját csapata. Az nem csapat, hogy bálványozzák őt. Érted? Tehát ha az ember bekerül egy közösségbe, a közösség az azt jelenti, hogy ugyanazok az emberek rendszeresen egymással találkoznak. Tehát az egy közösség például, hogyha templomba találkoznak emberek. Érted? Az egy közösség, hogy az iskolába együtt járnak, és együtt vannak. Az egy közösség. De addig közösség, ameddig az a közösség szét nem széled. Tehát ezért van olyan, hogy mit tudom én, egy faluba összetartja a pap a falubéléket, és járnak templomba, azt elmegy a pap, az szétesik a közösség. Tehát a közösséget általában egy ember tartja össze. És akkor az illető valahova tartozás szintjén, valamilyen szinten ott van, ha rendszeresen részt vesznek együtt ugyanabban a közösségben. Na, az a valahova tartozás. De ezzel az a gond, hogy egy olyan közösség, amit mondjuk egy ember tart össze, mondjuk egy pap, és tényleg mondjuk az a pap elmegy, vagy elhalálozik, akkor szétesik a közösség. Tehát ezért igazából a valahova tartozás azt jelenti, hogy tőled függ a közösséged. Érted? Tehát neked a valahova tartozás azt kellene, hogy jelentse, hogy van egy saját csapatod. Akár egy nagy csapaton belül. Tehát mikor elmondhatja, mit tudom én, a pápa, hogy neki van egy nagy közössége. De elmondhatják a papok is, hogy nekik van egy saját közösségük. Érted? És nyilván a papoknak a közössége az a pápának a közösségén belül van. Tehát igazán a valahova tartozás azt jelenti, hogy tőled függő közösségbe tartozol. Érted? Tehát az a közösség, ami nem tőled függ, az még nem teljesíti teljes egészében a valahova tartozást. Na most, miért érdemes közösséget létrehozni? Tehát van nekünk egy küldetésünk. Mindjárt visszamegyek oda. Hoppá.
azért csináljuk azt, amit csinálunk, mit csinálunk? Ugye? Vissza. Itt van. Tehát az embereknek eljuttatjuk, erről beszéltem az imént, azt a tudást és gyakorlási lehetőséget, amelyek által olyan élet és emberishez jutnak, hogy képessé válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve megelőzésére, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására. Egyedülállóan itt minden egy helyen megtalálható ezekből. Ráadásul még a legkedvezőbb feltételekkel. És csak itt van a három az egyben, hogy helyrehozhatjuk a saját életünket, helyrehozhatjuk mások életét, és bejuthatunk az aranykorba. Tehát mi azért csináljuk ezt, nézzük meg, azért csináljuk, mert hát egy olyan bolygón élünk, vagy egy olyan társadalmi formában, a tudatlansághoz hozzátették a vallást, ezért van terrorizmus. Egy olyan társadalomban élünk, ahol a tudatlansághoz hozzárakták a hatalmat, és ezért van zsarnokság. Tehát elérték, hogy az emberek tudatlanok legyenek, de szabadságot adtak nekik, ezért van káosz. Az emberek tudatlanok, és adnak nekik pénzt, vagy elérik, hogy legyen nekik pénzük, vagy hagyják, hogy legyen nekik pénzük, ezért van korrupció. És megnézed, bolygószintű tudatlanság mellett sok a szegény ember, és azért van bűnözés. Azért csináljuk, mert a tudatlanság minden gonosz eszköze, és a gonoszság gyökere. Tehát azért csináljuk, hogy az emberek képessé váljanak szeretetben, békében és boldogságban élni, hogy a Földön belátható időn belül szeretet, béke és boldogság legyen, azaz aranykor. Tehát ha szeretet és béke és boldogság lenne, akkor aranykor lenne ezen a bolygón. És csak itt van a PPH-nál egy helyen minden élethelyzetre tudás, módszer és megoldás. Ezért az aranykorba jutáshoz mondhatjuk azt nyugodtan, önteltség nélkül, hogy a PPA az egyetlen lehetőség. Tehát azért is mondhatjuk, mert vallási és politikai semlegesek vagyunk. És befolyásmentesek vagyunk. Tehát ezektől befolyásmentesek. Mert az emberiség számára csak egyetlen lehetőség van, a lelki fejlődés, hogy aranykor lehessen. Mert a PP az emberek számára az utolsó esély. Tehát az azt jelenti, hogy nem kapnak több esélyt az aranykorba jutáshoz. Tehát vagy elkezdik az itt tanulást, vagy mennek a levesbe 16 éven belül. Célunk minden ember, mindenki lelki fejlődése az aranykorba jutáshoz. Akik nyitottak a szellemi lelki fejlődésre, a tudatosságra, azért születtek ebbe a földi létbe, mert az aranykor létrehozásában részt kell venniük. Aki ezt nem teszi, az nem élheti meg az aranykort. Tehát az aranykorba mindjárt megmutatom, hogy milyen emberek lehetnek. Az élet és az ember működéséhez tehát átadjuk a módszereket. Itt a hét szint, tehát az kerülhet be az aranykorba, aki eléri a legalább a küldetés szintjét. Tehát legalább a küldetés szintjét. Na most ahhoz, hogy valaki elérhesse a küldetés szintjét, nem lehet innen a kettesből fölugrani a hatodik lelki szintre. Tehát ez olyan, mint hogy fizikai képtelenség, hogy mondjuk ilyen hatalmas ugrásokkal mennyi fölfele a lépcsőn. Érted? Nem lehet. Tehát összetöröd magad, összezúzod magad, leesel, nem működik. Tehát ez úgy működik, hogy lépésről lépésre. Tehát például mondjuk mentünk a jó múltkorába föl
Mátyás templomhoz, meg a, mi van ott még? Bástya, halászbástya, halászbástyához, és ugye gyalog mentünk föl a hegyre. Tehát ugye a Várhegyen van ez fönn, és gyalog mentünk föl a Várhegyre. És ugye a Várhegyre lépcsőkön keresztül mentünk. Csak lépcső, 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 lépcső. Hát most gondolj bele, ha úgy mentünk volna a lépcsőn, hogy ilyen nagy ugrásokkal följutottunk volna? Ki van csukva? Így van. Tehát nem lehet. Ez szépen, kényelmesen, nyugodtan lépcsőről lépcsőre, és följutott az ember. Tehát ugyanez, ugyanígy van. Tehát először meg kell élni a valahova tartozást. El kell kezdeni létrehozni egy csapatot. Te nem tudod még, hogy milyen öröm, csak azt tudja, akinek már van, milyen öröm, ha van egy saját embered, akit te szerveztél. A saját ember az azt jelenti, hogy tanulóvá válik. A te szervezésedre válik tanulóvá. Csináltam most a vezetőin egy olyat, hogy mi az, ami téged lelkesít? Tehát az életedben. Mi az, ami téged lelkesít? És akkor ugye úgy határoztam meg ezt a kérdést, hogy a válaszokat küldjék el a vezetőiknek. Tehát a saját közvetlen vezetőiknek. Ugye én kaptam azoktól, akik hozzám tartoznak, nem mindenkitől, mert még nem mindenki küldte el, aki hozzám tartozik, akinek én vagyok a közvetlen vezetője, nem kaptam mindenkitől meg azt az információt, hogy mi az, ami az életbe lelkesíti. És tudod, mit írnak emberek? Hogy az lelkesíti, amikor új embere van. És ezt mindenki írta, akinek, aki már hozott embereket. Mindenki. Tehát nem tudod, mit jelent az, hogy neked vannak saját embereid. Érted? Nem tudod. Tehát még nem tapasztaltad meg. Nem tapasztaltad meg. És nem tudod, milyen az, hogyha mondjuk rendszeresen vannak emberei. És például Marian csinálja azt a feleségem, ugye az irodában, hogy amikor valakinek van egy új embere, akkor azt fölhívja, azt az illetőt. Tehát ugye ő látja, hogy van egy befizetés, és az illetőt fölhívja a telefonon, hogy lett egy új embered. És tudod, miért csinálja? Mert baromi jó érzés ezt elmondani másoknak. És tudod, miért csinálja? Azért, mert tudja azt, hogy baromi jó érzést okoz vele. Így van. Tehát neki is jó érzés, hogy elmondja, és annak is jó érzés, akinek lett az az új embere. És tudod, milyen jó érzés? Mariant lelkesíti, hogy elmondhatja, és azt az embert lelkesíti, akinek lett egy új embere. És ilyeneket nem akartok megtapasztalni. Mert ez csak akarat kérdése, semmi más. Ez nem más. Ez csak akarat. Akarom vagy nem akarom. És most gondolj bele, írtak nekem, ugye, akik ott voltak a vezetőképzőn és hozzám tartoznak, mondom, nem mindenki írt még, vagy nem mindenki küldte el, de mindenki írta ezt, hogy ez egy nagyon lelkesítő, amikor ő neki van egy új embere. És akkor most mondhatsz egy ilyet, hogy megránthatod a válladat, de kérdezem tőled, téged mi lelkesít? Mert ők is írtak még esetleg mást is, hogy mi lelkesíti őket, de nem tudtak sok dolgot írni. És téged mi lelkesít? Most egy embert nem tud valami lelkesíteni, akkor ássa el magát. De szó szerint. Akkor minek él? Nem? Ha már nem tudja semmi lelkesíteni, akkor minek él? Akkor nem sok értelme van az életnek. Ha nyilvánvaló, akkor van értelme az életnek, hogyha van még, ami lelkesítsen, nem? Nem így van. Tehát most csak azért, hogy együnk,
azért élni, vagy azért, hogy ígyunk, azért élni, vagy hogy dohányozzunk, azért élni, vagy hogy menjünk buliba, ahol majd jókat piálunk, meg drogozunk, meg baromságokat csinálunk, ezért élni. Hát az ember azért él, nem? Mert olyan, mert vannak lelkesítő dolgok, nem? Tehát most gondolj bele, amikor mondjuk valakinek van valamilyen élethelyzete, amit nem tud megoldani. És tudod, milyen lelkesítő, amikor tudsz neki segíteni? Hogy egy élethelyzetét képes legyen megoldani. És ez nem csak nekem lelkesítette, hanem neki is, mert képes lesz az élethelyzetét megoldani. De neked nincs csapatod, akkor kinek fog segíteni? Hm? Honnan fogják megtudni, hogy te ezen a területen jó vagy? Honnan? Hát vagy elhiszik neked, vagy nem. Érted? Mert mondjuk meghirdeted magad, hogy te milyen szuper vagy, és tudsz embereknek segíteni, hogy az életük könnyebbé váljon. Hát azt vagy elhiszik majd, vagy nem. De ha van saját csapatod, meg tudnak erről győződni. Érted? Mert hozzád tartozó emberekről szól a történet. Na, ezt jelenti a valahova tartozás. Érted? Hogy van saját csapatod. Elismerés. Hát ha már az embernek van saját csapata, nem tud följutni a négyes szintre, ha nincs saját csapat, mert a saját csapat azt jelenti, hogy elismerést tudsz adni az embereknek. Érted? Hát nyilván azoknak, hát most a szülők mit csinálnak? Elismerik a gyereket akkor is, ha hülyeséget csinál. Amivel a legnagyobb kárt okozzák a gyereknek. Meg elismerik akkor is, hogyha átlagos dolgot megcsinál. Érted? Meg elismerik akkor is, ha a kötelességét megcsinálja. Hát egy ember nem akkor kell elismerni, ha a kötelességét megcsinálja. Nem akkor kell elismerni, ha átlagost vagy átlag alatt teljesítményt megcsinál, hanem akkor kell elismerni, a kötelességén felül teljesített, vagy akkor kell elismerni, ha az átlagnál többet teljesített, érted? Hát a családban hogy? Mint? Merre? Meddig? Kivel fogod ezt megcsinálni? Egy közösségben, ahol van lehetőség például arra, hogy mert van egy mérőrendszer a teljesítményre. Nálunk a teljesítmény az azt jelenti, hogy szervezés. Ha nem lesz arany, tehát hogyha nem lesz szervezés, vagy nincs szervezés, nem lesz aranykor. Érted? Tehát meg kell azt szervezni, hogy a jövőben százezrek, milliók, tízmilliók, százmilliók tanulhassanak, fejlődhessenek. És ez az egyéneken keresztüli szervezés. Most ha azt mondanánk, hogy a világ összes médiában azt nyomatnák, hogy mit tudom, jöjjenek ide tanulni, szerinted sokkal többen lennénk? Hát nem, sajnos nem. Hát az emberek úgy működnek, hogyha te beszélsz arról, hogy neked mit adott az itteni tudás, akkor azzal föl tudod kelteni az érdeklődését. Tehát általános dolgokban eleve ott kezdődik, ugye, hogy szellemileg nyitott emberek azok, akik tanulni akarnak. És mi van azokkal, akik nem akarnak tanulni? Mi van azokkal, akik csak enni, inni meg szórakozni akarnak? Azokkal mi van? Tele van velük a világ. Azok nem fognak jönni tanulni. Tudod, mikor fognak jönni tanulni? Már mikor az összes ismerősük már azt mondja, hogy te még nem tanulsz itt. Hát akkor szóba sállunk veled, mert nem tanulsz itt. Na akkor fognak itt tanulni. Érted? Na ez viszont még nem most lesz. Holnap. Sajnos. Holnap.
Hát gondolj bele, ha az ember már elismeri az ott lévő, a csapatában lévő embereket, azokat, akik megérdemlik természetesen, akkor lehet egy önmegvalósítás. Az önmegvalósítás az azt jelenti, hogy kihozza az ember magából, önmagából azt, ami benne van. Érted? Tehát a, mondjuk a tudást fogja és átadja az embereinek. Érted? Az egy önmegvalósítás. Amikor az emberre odafigyel a csapata, mert átadja nekik a tudást. Tehát az már feljebb van, mint a negyedik szint. És ha ezek, de ehhez is csapat kell, másként hogy működik? Persze lehet úgy csinálni, mint ahogy csinálták, vagy csinálják a mindenféle előadó a világban, de egynek sincs saját csapata. Lehet, hogy jó nevet értek el, de egynek sincs saját csapata. Érted? Közönsége van, de nem saját csapata. Óriási különbség van a közönség és a saját csapat között. Óriási különbség. Tudod, miért azt szorgalmazzák, hogy az embernek közönsége legyen, ne csapata? Mert ha valakinek közönsége van és nincs csapata, akkor így el lehet fújni őt. Érted? Szó szerint. Hát ezért megnézed például, akinek közönsége van, annak a jó részét valahonnan hátulról szponzorálták, anyagilag támogatták. Volt nekik hátszelük. Például, így van. Így van. Hátszél. Ami azt jelenti, hogyha már nincs rájuk szükség, az ilyen emberekre, akkor így állítják félre. Érted? Azok, akik eddig támogatták. Mert nincs saját csapata. Érted? Ha így működik a világ. Ezért ugye próbálják elérni, és nézd meg, mutass nekem még olyan spirituális tanítót, amelyiknek van saját csapata, mondjuk Dalai Lámán kívül. Nincs. 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 Mondhatjuk egy-két vallási vezetőt, az kész. De én azokat a Dalai Lámán kívül nem tartom spirituális előadónak, spirituális embernek. Még a pápát se. Nem, hát, tudom. Nem is az, persze. Nem is az. Ő egy báb. Gyakorlatilag. Tessék? Mint sok más. Mint sok más, így van. Ha megnézed például más vallásokban, hát nézd meg mondjuk hát lehet, hogy azért nem jut eszembe, hogy ne bántsam őket. Na mindegy. Szóval, hű, ennyi az idő? Igen. Azt a paszta. Na szóval, lényeg az, hogy már akkor nem is megyünk bele. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Nézz körül a weboldalon. Jó? Várunk szeretettel. Van egy lehetőséged arra, hogy most akciósan tanulóvá válj. Gyakorlatilag az első hónapban óránként 660 forintért, a második hónaptól 330 forintért óránként. Ha ezt nem teszed meg, akkor ez az akciós tandíj rád nem vonatkozik, és nagyobb tandíjért, dupla árért fogsz tanulhatsz. Még az is kedvezményes egyébként. Úgyhogy 20 perc szünet után leszoktató coach, pont a szenvedélyekről leszoktató coach képzésünk lesz, aminek lassan a felénél járunk. Úgyhogy mindenkinek további jó tanulást kívánok, és szép estét,
Szeretlek benneteket, sziasztok!